és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. Külön tisztelettel köszöntöm Vidoven Árpád urat, a miniszterelnökség államtitkárját, Harag Pétert, a kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetőjét, Farkas Sándor országgyűlési képviselőt. Külön köszöntöm azokat a vendégeket, akik a meghirdetett programunkra érkeztek, és kiemelt tisztelettel köszöntöm önöket, benneteket, aki a családnak a vendégei ezen a napon. A Lázár Lovaspar 15 éves, és ilyenkor egy ilyen évforduló alkalmával az embernek eszébe jutnak a régi dolgok. És elég sokat fölemlegetjük azt a pillanatot, amikor kerestük az új hazánkat, eladtuk a 17. kerületi birtokot, és Molnár Laci barátommal, aki szintén itt köszöntök a köreinkben, jártuk a környéket. Zoli testvérem, én, édesapám és a Laci, és kerestük azt a helyet, ahova elköltözzünk a lovainkkal. És tényleg egy ilyen fantasztikus, katartikus pillanat volt, amikor itt ezen a Rozoga bekötő úton beérkeztünk ebbe a gyönyörű millióbe, gyönyörű környezetbe. Persze nem így nézett ki, romos épületek fogadtak itt minket, de egy ilyen igaz, ilyen melbevágós érzés volt, és abban a pillanatban úgy éreztük, hogy ide megérkeztünk, és utána beszéltük egymás között, hogy ez az érzés, ez külön-külön mindannyiunkban megvolt. Ugyanúgy megvolt édesapánkban is, aki nagyon-nagyon megszerette szintén ezt a helyet. Rengeteg időt töltött itt, sajnos csak 5 évig élvezhette itt a Lázár Lovas Parknak a hangulatát, de azért megvannak azok a kultikus helyek, ahol ő szeretett lenni. Ugye az istálónál az a két pad, ahol az emléktáblát a Fogadhajtó Emlékbizottság állítatta a tiszteletére, azok ott maradtak, akkor az az asztal, ahol mindig szeretett ülni azóta, és a család mindig a különböző ünnepeken ott annál az asztalnál ült, és amikor meghalt, ugye ez 10 éve történt, akkor a család megfogadta, hogy csinálunk valami emlékhelyet itt Domonyvölgyben az ő tiszteletére, az ő emlékére. Ugye szerettük volna, hogyha a földi maradványai Domonyvölgyben kerülnek végső nyugalomba helyezésre, de az ő akarata volt, hogy a szüleihez közel szeretett volna lenni, így a kőbányai temetőben nyugszik, de úgy gondoltuk, hogy építünk egy kápolnát az ő emlékére, az ő tiszteletére, és mivel, hogy ugye 15 éves a Lázár Lovaspar, 10 éve hunyt el édesapánk, úgy gondoltuk, hogy ez az az alkalom, ez a pillanat, amikor ezt a kápolnát megépítjük. Bizonyára sokan meg fogják kérdezni, hogy az emléktábla, ami ugye itt szerepel majd az ajtó, vagy itt látható majd az ajtó mögött, hogy az miért van az ajtó mögött. Ugye sokat gondolkodtunk rajta, hogy azt hogy helyezzük el, hol helyezzük el, és megpróbáltunk egy kicsit az ő fejével gondolkodni, hogy ő hogy szeretné, vagy hova tenni. És aki ismert, az pontosan tudja, hogy ő egy nyilvánosságot kerülő ember volt, és nem nagyon szerette, hogyha őt méltatták, ha ővele foglalkoztak. Ő a sikereket, az örömöket is a Szekszárdi Vörösbora társaságában a legszélső asztalnál ünnepelte mindig, és ezért úgy gondoltuk, hogy ő talán eleve tiltakozna, hogy egy ilyet tegyünk, hogy egy kápolnát építünk az ő emlékére, de ha már ez mégis így van, akkor ő annak örülne legjobban, hogyha ez egy ilyen viszonylag diszkrét helyen lenne elhelyezve, úgyhogy ezért került ez oda. És hogy ő mennyire nem szerette, hogy vele foglalkoznak, és hogy mennyire figyel még a mai napig ránk, sok érdekes dolog van ezzel kapcsolatban. Ugye amikor ő elhunyt 2006-ban, akkor rákövetkező nap, vagy talán két napra rá a CBA partner találkozó került megrendezésre, és Baldó felnök úr, akit szintén kiemelt tisztelettel köszöntök, Laci azt mondta, hogy gyerekek, itt nincsen semmiféle CBA partner találkozó, azonnal lemondjuk a rendezvényt, és mondtuk, hogy nem, ezt apu nem akarná, tehát legyen meg a rendezvény, tartsuk meg a rendezvényt, és egy ilyen csendes esővel indult az egész nap. Amikor elnök úr megkérte a megjelenteket, hogy egy egyperces néma felállással tisztelegjenek az emlékének, akkor onnantól kezdve elkezdett úgy szakadni az eső, hogy két napig el sem állt. Aztán volt még egy pár ilyen spirituális dolog. Pataki Ati, ő is ígérte, hogy érkezik. Ott van hátul, szia Ati, köszi, hogy eljöttél.
És akkor a Pataki Attiláéknak, Eddának lett volna itt a koncertje, és az Attila, ő volt az, aki hát nyilván ott a gyászunkban, aki hihetetlenül megnyugtatott minket. És akkor úgy éreztük, és azóta is úgy érzem, hogy elvesztettünk egy édesapát, de kaptunk egy kiváló barátot. És volt még egy nagyon érdekes dolog, az itt talán ezeken a négyzetmétereken történt, szintén egy CBA-s rendezvény volt. Baldóf elnök úr mondta a köszöntő beszédét, és a köszöntő beszédben azt mondta, hogy ha nagyon elszállnánk, megpróbálom pontosan idézni, hogy ha nagyon elszállnánk, akkor az öreg Vili majd küld egy kis záport a nyakunkba. És abban a pillanatban elkezdett szakadni az eső, de úgy, hogy a több ezres közönség partnerek meghívottak, vendégek, mind bőrig áztunk. És utána megkérdeztem a Lacit, nem mondom, Laci, szerintem te láttad, hogy ez a felhő érkezik, és azért mondtad a beszédbe ezt, és azt, hogy a nem Vilikém, ez ide van írva. És oda volt a papírra írva, hogy ő ezt fogja mondani, és utána megnéztük egyébként a radarképet, azt el is mentettem, az egész országban szikrázó napsütés, és egy ilyen picike kis felhő folt az, ami ide beérkezett Domonyvölgy felé. Úgyhogy ezek mindenféleképpen bizonyítékok arra, hogy továbbra is itt van velünk. És hogy miért lett Szent György kápolna? Hát gondolom ezt se kell hosszasan ecsetelnem, hiszen Szent György a lovasok védőszentje, és ezt rögtön így gondoltuk, hogy ez így elegáns a részünkről, hogy Szent György kápolnának nevezzük el. Ugye Szent György egyébként a Magyar Lovas Szövetség logójában is szerepel, itt a zakómon, itt a jelvény. A Nemzetközi Lovas Szövetségnek is az emblémájában szerepelt, amíg az új idők utol nem érték, és meg nem változtatták ezt a megjelenést. És a régi érmeinken, ha jól tudom, még talán a 2007-es világbajnoki érmünkön is egy gyönyörű Szent György szerepel. És van még egy ember, aki nem nagyon szereti ezt, hogyha őt ünneplik, ő a testvérem Lázár Zoli, aki Szent György napkor április 24-én ünnepli a születésnapját, tehát ez is mindenféleképpen aktualitást ad ennek a névnek és ennek az ünnepnek. És a Szent György napon nyilván ezt a lovasok nagyon komolyan veszik a világban, és megnéztük azt, hogy állnak hozzá. Hát vannak olyan országok, ahol Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, ahol szabad napot kapnak intézményesítetten az ottani nemzeti szövetségek részéről, nem is rendeznek versenyt azokon a napokon, szabad napot kapnak a lovak, és arra gondoltunk, hogy mi is szeretnénk egy hagyományt teremteni ezzel kapcsolatban, és minden Szent György napkor egy lovas misét szeretnénk majd tartani, hogy majd itt sorakoznának föl, ahol egyébként most a Lázár Lovaspark lovasai állnak, hosszú tömött sorokban sorakoznának majd fel a lovasok, és ezt minden április 24-én meg szeretnénk majd tartani. Úgyhogy elég elfoglalt szentről beszéltünk, és elég elfoglaltak voltak azok a mesteremberek is, akik ezt a kápolnát az első kapavágástól kezdve, kezdetétől 6-7 alatt húzták föl. Igazából sokszor járunk így az üzleti életben, hogy a tervezésnek az időszaka úgy elhúzódik, hogy nagyon kevés marad a megvalósításra, hát itt is ez volt, és el szeretném mondani, hogy kik azok, akik ebben segítettek. Ugye a gondos testvérek tervezték a kápolnát, Benedek György volt a család, a cégünk részéről a művezetője az építkezésnek, és a kivitelező részéről a Vékony Gábor kőműves, aki egyébként elég sokat találkoztunk vele, mert szinte éjjel-nappal itt volt, hogy ezt meg tudja valósítani. Úgyhogy neki is köszönjük. És a Kriston László kertésznek, aki még itt a gyeptéglákat este 9-kor még itt rakosgatta, hogy ilyen szép legyen a környezet. Nem is lehetne eltitkolni, hogy a Lázár Lovaspark egy kicsit rólunk szól. Hát ugye a nevünk is benne van a lovasparknak a nevében, nevünket hordozza. És itt megpróbáltuk azokat az értékeket egy csokorba szedni, amik nekünk fontosak. És nagyon, ez egy hitvallásunká vált, és most nagyon büszkék vagyunk, hogy a hitvallásunk mellett a hitünk is meg tud jelenni itt a Lázár Lovasparkban. És én arra szeretném kérni a gondviselőt, hogy a hitünkben a legfontosabb értéket hirdesse a szeretetet hosszú időkön keresztül ez a kápolna. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. A Napfivér Hornővér című filmet, ha valaki látta egyébként, ha nem látták, akkor nézzék meg, rettentő gicses, Zeffirelli film, de nagyszerű film. Assisi Szent Ferencről szól, és hát az jutott eszembe, hogy voltaképpen itt is lehetne játszani, ott is van egy kápolna, Ferencnek föl kell építeni azt, hogy az egyházat megújítsa, meg a, hát a világot megújítsa. Sokan bolondnak nézték, sokan furcsán néztek rá. A történetét ismerjük, de most ezen a csodálatosan szép helyen Jóistennek a ölén megélhetjük, hogy a madarak csiripelnek, a pacik itt vannak, reméljük, hogy kibírják a pacik is, és együtt lehetünk szívvel, lélekkel, de nem csak így, hanem miként előbb a csodálatos bevezetőben gondolt sorban hallhattuk, az egész mennyország itt van. Piroska nének a férje, az édesapa, nagypapa, és a mi szeretnénk hozzátartozóink, hiszen az egész mennyország velünk együtt ünnepel. És azért jöttünk el, hogy ez a kis kápolna Isten szent hajlékává legyen, az imádság háza legyen. Aki idejön, ne csak jól érezze magát, hanem lélekben is tudjon megújulni. Csodálatosan szép feszület, itt a nagy Biblia, mint hitünknek a fundamentuma, itt az oltár, az áldozat bemutatáshoz szükséges Golgotát megjelenítő hely. Adjon mindenható Isten, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk itt lenni, az Úr Jézus Krisztussal, aki föltámadott és aki él. Tartsunk önvizsgálatot, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert védkeztünk el. Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, dicsőítünk és áldunk téged, és köszönjük a te végtelen irgalmasságodat és jóságodat, amelyel elkísérsz bennünket és vezetsz bennünket egész földi utunkon. Oltalmaz és védelmez bennünket, hogy egykor eljussunk a te szent színed látásodra, a kész és uralkodóval mindörökön örökké. Amen. Tegnap este még sokat gondolkoztam, hogy mit is olvashatnék föl a Szentírásból első szentírási szakaszként, és az nem volt más, mint a szeretet himnusz. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerem az összes titkokat és mind a tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegények között, és vessem oda testemet, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltéken, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresse magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat nem rója föl, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, és mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A föld minden határa látta, üdvözítő Urunknak irgalmas jóságát.
a föld minden határa látta. Üdvözítő Urunknak irgalmas jóságát. Szengjetek az Úrnak új éneket, csodálatra méltó, amit művel. Ti adalt aratott jobbjával, és győzelmet szentséges karjával. A föld minden határa látta, üdvözítő Urunknak irgalmas jóságát. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, hogy a világon semmiféle kelmefestő nem tudná fehérebbé tenni. Egyszerre csak megjelent nekik Illés és Mózes, amint Jézussal beszélgettek. Péter erre így szólt Jézushoz: Mester, jó nekünk itt! Hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem is tudta, hogy mit mondjon, annyira meg voltak ijedve. Egyszer csak felhő támadt, amely elborított őket, és a felhőből pedig szózat hallatszott: ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, senki más nem láttak, csak Jézust egymagát. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus! Hát pont a bevezetőben megint csak ugye a felhőről volt szó előbb, hogy ide keveregett egy felhő, és zuccsant egy mennyei zápor. Hát megint csak nem beszéltünk össze, és a Jóisten süt a nap közben, figyelik, hogy az Alleluját itt meg énekelgettünk egyszer, csak kisütött a napocska, és azok a csúnya felhőkök elmentek innen. Hát igen, ezek érdekes egybeesések. Jézussal fölmennek ezek a derék tanítványok, Péter, Jakab és János a hegyre, és Jézus az elközelgő haláláról beszélget mennyei szentekkel, Mózessel, Illéssel, mint ahogy édesapátokkal, férjével, nagypapával, szeretteinkkel szoktunk úgy beszélgetni. És igazából nem a fájdalom és nem a borzalom kerül előtérbe, hanem az az öröm, és ezért örülnek a tanítványok is. És fölkiáltanak, hogy hát annyira jó itt nekünk, hogy csináljunk gyorsan három sátrat. Hát elkészült a sátor, az imádság háza. Mert jó nekünk itt lenni. Jó az Isten szeretetében, az ő jóságában, irgalmában, az ő békéjében együtt lenni. Ő vele és egymással. Az Isten végtelenül jó. Sokszor ugye elszontyolodunk meg, hogy elmegy a kedvünk sok mindentől. De vele gondolunk, hogy nem tesszük mást ilyenkor, mint hogy Jézus útját járjuk. A Golgotai utat, amely egyben a remény útja és az élet útja. Egy érdekes, Jézus halál előtt igazából még az örömről beszélt. Egyszer-kétszer megemlítette, hogy szomorkodom, meg bánatos vagyok, meg biztosan nagyon fájt meg az a sok árulás, meg sok-sok disznóság. De alapvetően egy boldog ember volt, még halál előtt is, közvetlen halál előtt is. Azt mondja, hogy az én örömöm legyen ti bennetek. Az én békém legyen ti bennetek. És egyik legszebb része az, amikor az utolsó vacsora termében megmossa a tanítványok lábát, még Júdásét is. Az irgalom éve van. És az arra hív bennünket, hogy
Különösen most, amikor ezt a káponát most megáldjuk, hogy innen elindulva szívünkben, lelkünkben az irgalom eszközévé tudjunk válni. Hogy előbb Assisi Szent Ferencet idéztem, ugye van egy szép imádság, Norbia, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Egyik legszebb imádság, békesség eszközévé válni, amely nem lagymatag, nem megalkuvó, nem rendületlenül képviseli azt az egyetlen igazságot, hogy az élet, az irgalom győzött, a halál, a szomorúság, a reményvesztettség, a hitetlenség, a széthúzás fölött. Ez a kápolna legyen az irgalom és a béke forrásává, valamennyien, akik idejövünk imádkozni, szívünkbe szállva, szívünkben Jézussal találkozva, új erőre kapjunk, mint a pacik, ahogy esznek meg, iszogatnak, nyújtoznak kettőt, hármat, és akkor gazdájukkal együtt tovább tudnak menni. Ha sokszor át tudjuk élni az emmauszi tanítványoknak az örömét, akik lógó orral baktattak, Emmausz felé és közben csatlakozott hozzájuk Jézus, beszélgetett velük. Így tudjunk mi is beszélgetni emberekkel, másokkal, elvinni szívükbe az örömöt, az evangéliumot. És ezek az emmauszi tanítványoknak a szíve fölízzik, és azt mondják, hogy hát lángol a szívünk, tovább ne menjél, hát olyan jó vele együtt lenni. Tehát az emberek, hogyha velünk találkoznak, akkor szeressenik meg az Úr Jézust, meg hát bennünket is. És Jézus megtöri a kenyeret, odaadja a tanítványoknak, és akkor döbbennek rá, hogy az utitásuk nem más, mint maga a föltámadott. Elfelejtenek minden bánatot és keserűséget, és elindulnak és visszaszaladnak társaikhoz, hogy hirdessék, ő valóban föltámadt. Hát itt tudjunk életutunkon újra és újra ide eljönni, egymást megerősíteni, majd tovább haladni és hirdetni, hogy ő valóban föltámadt. Ő velünk együtt zarándokol a mennyei hazafelé. Isten szent hajléka, Isten szent sátra, jó nekünk itt lenni. Amen. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Menj, bírj, Atya Isten, irgalmazz nekünk! Megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk! Szentlélek Úr Isten, irgalmazz nekünk! Szent Háromság Egy Isten, irgalmazz nekünk! Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk! Istennek Szent Anyja, könyörögj érettünk! Szűzek Szent Szűze, könyörögj érettünk! Magyarország Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Segítő Szűz, könyörögj érettünk! Szent Mihály Gábor és Ráfael Arkangyalok, könyörögjetek érettünk! Mindannyian Szent Angyalok, könyörögjetek érettünk! Szent Ábrahám, Mózes, Illés, könyörögjetek érettünk! Szent József, könyörögj érettünk! Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk! Mindannyian szentek és pátriárkák és proféták, könyörögjetek érettünk! Szent Péter, Pál, András, János, Jakab, Tamás, Máté és mindannyian apostolok, könyörögjetek érettünk! Szent Lukács, Márk, Barnabás és Mária Magdolna, könyörögjetek érettünk! Szent István, könyörögj érettünk! Szent László királyunk, könyörögj érettünk! Boldog Apor Vilmos, könyörögj érettünk! Szent Gellért, püspök vértanú, könyörögj érettünk! Múrusz Szent Tamás, könyörögj érettünk! Szent György, könyörögj érettünk! Istennek minden szentjé és vértanúi, könyörögjetek érettünk! Mindannyian magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk! Légy irgalmas, ments meg Uram minket! Minden gonosztól, ments meg Uram minket! Minden bűntől, ments meg Uram minket! A sátán cselvetéseitől, ments meg Uram minket! Haragod gyűlölségétől és minden gonosz akarattól, ments meg Uram minket! Az örök haláltól, ments meg Uram minket! Megtestesülésed által, ments meg Uram minket! Születésed által, ments meg Uram minket! Kerességed és szent bőtölésed által, ments meg Uram minket! Kereszted és kínszenvedésed által, ments meg Uram minket! Halálod és temetésed által, ments meg Uram minket! Szentséges föltámadásod által, ments meg Uram minket! Csodálatos megmeneteled által,
Ments meg, Uram. A Szentlélek kiáradása által. Ments meg, Uram, minket. Dicsőséges második eljövetelede által. Ments meg, Uram, minket. Hogy nekünk kegyelmez, kérünk téged, hallgass meg. Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd. Kérünk téged, hallgass meg. Hogy az egész kereszténységnek egységet adj. Kérünk téged, hallgass meg. Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, hallgass minket. Krisztus, hallgass minket. Krisztus, hallgass meg minket. Krisztus, hallgass meg minket. Könyörüljünk. Magunk Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad búzgó könyörgését, te adod lelkünkbe irántad adó szeretetedet, engedd, hogy amit hittel kérünk, a szadóban elnyerjük Krisztus, ami Urunk által. Amen. És most kérjük a Szent Lelket, hogy jöjjön el, és töltse be szívünket, lelkünket. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, áldozz te, hogy teljesen mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szent Lélek, amely a tisztaság és az újjászületésnek a szimbóluma és jelképe, majd meghintem szentelt vízzel a kápolnát, kérjük a Szentlélek Úristennek a kiáradását, és tömjénnel pedig körbe tömjénezzük. A tömjénezés az a Istennek szenteltségnek a másik szép megjelenítése. Urunk Istenünk, áld meg ezt a vizet, amellyel a kápolnát, illetve minden tárgyat és minden állatot majd meghintünk, és egyben a földet, és bennünket, magunkat is, szent kerességünkre, és egyben a lélek tisztaságára emlékeztessen bennünket a megáldott víz minden egyes cseppje. Mindenható örök Isten, a te szent áldásod szálljon le erre a helyre, szent lelked kiáradása által szenteld föl és oltalmazd szent kegyelmeddel ezt a helyet. Legyen ez a kápolna, az imádságháza, onnan a te irgalmas jóságod, a te békéd, a te örömöd és a te végtelen szereteted kiárad. Mindazokat az embereket, akik ide betérnek, szent hajlékodban, erősítsd, bátorítsd, vigasztald őket. Vezesd őket az igaz hitre, és add, hogy földi zarándok útjuk során a te jeleid legyenek a világban, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Áld meg, Urunk, ezt a kápolnát. Áld meg, Urunk, a harangot, amely a te szeretetedet hirdeti. Áld meg, Urunk, a Szent György képet, attól, hogy a te lovagias szeretetednek legyen minden egyes ember a hirdetője. Áld meg, Urunk, az oltárt, mert a szent áldozatodnak a bemutatásának a jele. Urunk Istenünk, legyen áldott feszület, amirunk Jézus Krisztus dicsőséges kereszthalálát jelzi, hogy az élet győzött a halál fölött. Áld meg, Urunk, az itt jelenlévőket, az Atya, a Fiú
a Szentlélek nevében. Amen. Család együttértésével hoztam, hogy legyen szíves megszentelni ezt a képet. Megáldjuk. Hogy megáldjuk. Igen. Hogy Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, csak óvatosan hintem meg, nehogy üveg van rajta, akkor meghűtjük. Nyugodtan. Mirunk Jézus Krisztus arcát tudjuk megjeleníteni a világban, és legyünk valamennyien az Isten képmásai, Isten jóságát és szeretetét vigyük el az emberek szívébe, lelkébe. És egyben hirdessük, hogy az élet győzött a halál fölött. Könyörögjünk, Istenünk, tüdet száll alá az áldás teljesség, és áldó könyörgésünk hozzád emelkedik, védelmezd jóságosan szolgáidat, akik munkaeszközeiket bizakodó áhítattal hozzák eléd, add, hogy a világ tökéletesítésén tevékeny munkálkodásával dolgozzanak, maguk és övék életét fönntartsák, törekedjenek elimózdítani a társadalmi hadadást, és neved együtt dicsőítsék Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most megáldjuk az állatokat. Isten teremtett állatai a levegőben, a földön és a tengerekben élnek. Részt vesznek az ember sorsában, és életéhez társul szegődnek. Isten, aki jó tételményeit minden élőlényre kiárasztja, nem ritkán fölhasználja az állatok segítségét, sőt, képét is, hogy általuk üdvösség titkát jobban megismerjük. Az állatokat a vízözöntől a bárka által őrzi meg, a vízözön után pedig valamiképpen társulnak a Noéval kötött szövetséghez. A húsvéti bárány emlékeztet a húsvéti áldozatra, és az egyiptomi fogságból a szabadulásra. A nagy hal őrzi meg Jónást, Illést pedig hollók táplálják. Állatok társulnak az ember bűnbánatához, és az egész teremtett világgal együtt részesednek Krisztusi megváltásban. És ezt ismerjük ugye jól, amikor ugye Assisi Szentföldes madaraknak prédikál, vagy Szent Antal ugye, halacskáknak. Tehát az állatok azok ott vannak az ember körül. Van egy ilyen szép énekünk is, hogy a gyere bódri kutyám, vedd a sátorfádat, hogy azt is ismerjük, ugye? De nagyon szép ének. Hát az állatok azok mi társaink. Hát áldjog a Jóisten. Amikor tehát Szent György közbenjárását kérve, kérjük ezek az állatokra, Isten áldását hívjuk, adjunk hálát annak, aki minden áldásnak a forrása, és kérjük, hogy az állatok, ami szolgálatunkra legyenek, hogy Isten dicsőségét hirdessék velünk együtt. Hát jelképesen most nem lehetne állatot meginteni szentelt vízzel, de azért a pacik felé picikét. Reméljük, hogy értékelik. Szevasztok, pacikák! Nagyon aranyosak és nagyon türelmesek. Még egy kis tömjét azért teszünk még rá. Oda baktatunk pacikhoz. Áldott vagy, Urunk, aki állatokat teremtettél, és őket munkánk segítségére rendelted. Áldott vagy, Urunk, aki erőink megújítására az állatokat adod, eledelül nekünk.
Áldott vagyunk, aki gyermekeid támogatására gondoskodva házállatokat adtál nekünk. Áldott vagyunk, aki Jézus tanúsága szerint az ég madarinak táplálásában atyai gondviselésed jelét adod nekünk. Áldott vagyunk, aki fiadat áldozati bárányként ajánlottad föl értünk, és azt akartad, hogy benne minket is gyermekeinek nevezzenek, és azok is legyünk. Áldott vagyunk a legkisebb teremtményeid útján is, szüntelenül a te szeretetedre vonzol bennünket. Jézusunk, te mondtad, hogy nézzük az ég madarait, ne aggódjunk megélhetésünk miatt, mert te gondoskodsz rólunk. És mennyire szép, nem tudom, hogy figyelték-e, hogy legjobban mikor sütött a nap, amikor a káponát megáldottuk, ugye? Pont akkor sütött leginkább a napocska. Hát most is azért sütöget, de a leginkább akkor sütött, amikor a káponát megáldottuk, és Jomos bácsi biztos, hogy velünk együtt örül, és örvendezik. Sokszor elgondolom is a Mennyországot, hogy milyen, de mindig megakadok, mert annál sokkal jobb. És annál sokkal közelebb van hozzánk. Nagyon jó Isten, hogy ebben a szeretett millióban tudjunk élni. Most a szertartás vége felé járva imádkozzuk el legszentebb imánkat, a mi atyánkot, majd pedig a magyar nagyasszonyához forduljunk az üdvözlégy Márián elimádkozásával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Tegnap még, csak idehozom, hát találtam egy cébjásvörövet, képzeljék el. És hát ez a poén kedvéért. És hogy beletettem ilyen kis táskáskát, ilyen kis elemúzsiás szatyit, a fogyatékosaink meg a sérültjeink csinálnak, és hát beletettem, meg nem tud sikerül kinyitni, már én ismerjük a Kazanak a Cívzár című, ugye, nem? Cívzár, ugye? Kazan, hallgassák meg, nagyon jó. Benn van egy százlábúról is szóló, szintén kazal, nagyon jó. Nagyon vidám. Csak beletettem egy ilyen kis rúzsafűzért, amit majd szeretnék majd itt hagyni. Megáldottam, hogy Isten szeretetét tudjuk hirdetni, és a kis elemúzsiás szatyunkban tudjuk a jóságát vinni. Másikban is, remélem, hogy sikerül beletenni, mert kapkodtam és siettem. Megmondom, hogy nézi szatyokat nem szoktam nyitogatni. Nem, Norbi tudja, hogy nem. Tehát egy kis másik medálkát hoztam, és itt van szintén egy kis rózsafűzér. Jóisten tegye áldotta ezt a helyet, és a szeretett talizmányával tudjunk menni életünk útján. Hát az Úr áldását fogadjuk most valamennyien, hát hogy énekeljük el a himnuszunkat, és a boldogasszony anyánkat. Az Úr legyen veletek! Áldjon, oltalmazni és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, és vezessen az üdvösség útján, árassza ki szívetekbe, lelketekbe az ő szeretetét és jóságát, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek. Külön örülök, hogy láttam, hátul is vannak, akik jöttek a faluból, vagy ide batyogtak, hogy együtt lehetünk, mint Isten nagy családja az ő terített asztalánál.